Most még úttest, szombattól viszont gasztronómiai pont lesz a paksi Gagarin utca. A Csengei Dénes Kulturális Központ előtt kap helyet a halászléfőző verseny. A városnapjának szeptember 4-i állomására már lezárult a nevezés. A szervezők tájékoztatása szerint erős lesz a mezőny. 18 csapat jelentkezett a halfőzőversenyre, ez azt gondolom kevesebb, mint az elmúlt években, de azt hiszem ez köszönhető a mostani helyzetnek is. De a halfőzőverseny nagyon kiélezett lesz a mezőny, ugye Pakson, mivel a paksi halászlé az értéktárban van, tehát komoly értéket képvisel, a paksi értéket képvisel a paksi halászlé. Itt a apáról fiúra szálló tradíciók fognak megjelenni itt a halászléfőző versenyek csatájában. Azt gondolom, igen, kiélezett lesz a küzdelem. A szervezők azt ígérik, a zsűrinek minden eddiginél nehezebb dolga lesz. Nem irigylem őket, ha bár irigylem, mert én is szeretem nagyon a halászlevet, de biztos, hogy olyan alkotások lesznek, ami párját ritkítja. A Városnapja kulturális kavalkádról részletesen is tájékoztat a 8500 példányban megjelent kiadvány. A program, mint ismert, szeptember 3-án veszi kezdetét. A pénteki nap főként a helyi zenekarok fellépéséről, valamint Majka és Curtis koncertjéről szól majd. Szombaton halászléfőző verseny, városnapi felvonulás, polgármesteri köszöntő, rengeteg koncert, számos helyi egyesület produkciója látható majd a színpadon. A teljesség igénye nélkül csak a zárópontot mondanám, lesz a Tűzvirág együttes, 8 órakor fog színpadra lépni, és hát az összes művészeti csoport, amatőr művészeti csoport is fel fog lépni. Itt az nyugdíjas klubnak az énekkarától kezdve a Szarkaláb néptánc együttesig, tehát tényleg kavalkád lesz az a péntek, a szombati nap. Paks polgármestere korában azt mondta, gondoskodik a város arról, hogy mindenki jól érezze magát pénteken és szombaton. Az, hogy jól érezzük magunkat, az biztos, hogy garantált, hiszen együtt leszünk paksiak ezen a szép nagy téren. A műsor, a program pedig szintén garantálja azt, hogy én azt gondolom, hogy mindenki jól fogja magát érezni. Tehát mindenkit várunk nagyon sok szeretettel szeptember 3-án és 4-én. Készül a színpad az Atomtéren, a kulturális központ mögött pedig már épülnek a sátrak. Itt a civil szervezetek, egyesületek várják majd a városnapjára érkezőket. A Telepaks Média Centrumi saját standdal vár majd mindenkit. A városnapja kulturális kavalkád pénteken délután 5 órától startol.